Sziasztok, Simon Tamás vagyok a Mánia Fitness Központi stúdiójából. Mai vendégem Holnár Zsófia, bikini fitness versenyző. Szia, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen. Figyelemmel követjük sportsikereidet, és viszont nem szeretnék ennyire előre menni, előre szaladni. Szeretném megtudni, hogyan is kezdődött a sport az életedben, hány évesen kezdtél sportolni, és az mondjuk milyen sport volt, mert nem biztos, hogy a fitness. Igen, így van. Kislánykoromban mindig táncoltam. Szerintem a létező összes műfajt kipróbáltam, versenyeztem is, viszont abban mondhatni sikeres voltam, de ez még tényleg nagyon kislánykoromban volt. 5 évvel ezelőtt vált a súlyzós edzés az életem részévé, a mindennapjaimnak a részévé. Versenyezni viszont csak 2016-ban kezdtem. Értem. A tánc az inkább társas tánc, vagy ilyen csoportos hip-hop jellegű, hogy képzeljük ezt el? Először akrobatikus rockiztam, hip-hopoztam, igazából mindent kipróbáltam. A társas táncot kivéve. Értem. Akkor ez a táncban megszerzett mozgástudomány biztos neked most sokat segít a színpadi mozgásban, ha jól gondolom. Én azt gondolom, hogy pózolásnál nagyon látszik, és nagyon sokat is segít. Értem. Tehát akkor azt mondtad, hogy 5 éve, vagy mikor? 2010? 2015-ben kezdtem el súlyzós edzéssel foglalkozni. Tehát akkor jött a fitness terem világa, akkor kezdődtek az edzéseid. Következő kérdésem az lenne, hogy a fitness világban eltöltött 5 év alatt mely eredményeidre vagy a legbüszkébb? A szövetség, ahol elkezdtem versenyezni, az IFBB szövetség. Azon belül én 3-szoros junior magyar bajnok vagyok, így ugye a magyar válogatott tagja is voltam. 3-szor fordultam meg nemzetközi színpadon, ebből 2 Európa-bajnokságon és 1 junior világbajnokságon. Mind a 3 versenyen sikerült top 10-es eredményt elérni. Ezen kívül megfordultam a neves Superbody színpadán, ott 2. helyezést értem el. Illetve Fit Balance-on 4-szeres bajnok vagyok, mind juniorban, mind felnőtt bikini fitnessben, és a MEFOB, ami a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnoksága, ott is 2-szer sikerült csúcstartóként bikini fitness kategóriát nyernem. Gratulálok, ez szép eredménylista. És jelenleg is aktívan versenyezni jutottam, hát a formád is ezt mutatja. Most az őszi szezonban is indulsz versenyen, ha jól látom. Igen, így van, 2,5 év kihagyás után terveztem azt, hogy még egyszer junior mezőnyben felállnék a színpadra, hiszen nekem ez lesz az utolsó. Ugye idén töltöttem a 23. életévemet, szóval ez az utolsó tervezett versenyszezonom. És akkor, ha jól értem, akkor te most szövetséget váltottál, tehát más szövetségnél fogsz versenyezni. Igen, egy picit megpróbálok más irányba elmenni. Alapvetően a prókártya az nem a célom, viszont ettől függetlenül kipróbálnék más szövetséget is. Melyik szövetség ez? Az NPC, Fit Parádén fogok indulni, illetve Superbadin, ami ugyanúgy IFBB szabályzat szerint működik bikini fitnessben. Tehát akkor itt az új szövetségnél is bikini fitness kategóriában maradsz. Így van. Akkor idén, ugye még csak most kezdődik a szezon, kicsit eltolódott ugye a vírus második hullám helyzet miatt, de szerencsére például a Fit Parádé rendezőjétől Buranics Ildikótól azt a megerősítést kaptuk, hogy a verseny mindenképp meg lesz tartva. Igen, én is így tudom. Úgyhogy akkor ez lesz idén a 2,5 év után az első szereplésed újra színpadon? Így van. Rutinos versenyzőnek számítasz, de most így esetleg a kihagyás után izgalom van-e benned? Igen, nagyon izgatott vagyok, de az a fajta első színpad előtti félelem, amit a legtöbb versenyzőnél látok, vagy idegesség, az már nincsen benne. Az már nincsen. Tehát csak ez a tiszta izgatottság. Értem. A hétköznapokban mivel foglalkozol, így amellett, hogy versenyre készülsz? A hétköznapokban én testépítés fitness szakedző vagyok, azaz személyedző, versenyfelkészítő edző, illetve egy fitness testépítés egyesületet vezetünk az Ocean Lászterrel és Lekli Lászlóval. Ott én egy fajta mentor szerepet töltök be a lányoknál. Értem. Tehát akkor igazából a fitness világ nagyon különböző részeiben is szerepet játszol. Versenyző vagy, edző vagy, és ugye egy csapatnak egy alappillére, ha jól ért, szakmai csapat alappillére. Így van, igen. Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Az edzés módszered most már ennyi év után hogy alakult ki? Mi az, ami neked bevált? Heti hányszor edzesz? Milyen felbontásban? Hú, ez nagyon jó kérdés. Ugye most, mivel versenyfelkészülés alatt vagyok, így abszolút az edzőmnek, Lekli Lacinak az edzés módszereire támaszkodom. Ugye off-szezonban
próbálkozom nagyon sok új edzésmódszerrel. Amit én a legjobbnak tartok, és ami nekem bevált, az a nagy súlyos alapgyakorlatos edzések, ahol tényleg komolyabb erőt lehet kifejteni. Ettől függetlenül is én heti 5-ször edzem. Pont itt kint kérdezték tőlem, hogy a lába a kedvencem. Nem, abszolút nem a lába kedvencem. Vállazni és hátazni nagyon szeretek, de ettől függetlenül 2-szer lábazok egy héten. Értem. Lehet, hogy nem a kedvenced a láb, és mondjuk akkor lehet a farizom edzés is ide tartozik, tehát ugye az nincs akkor a hangsúlyban állad. Ott is az alapgyakorlatokat végzel legfőképp, vagy kiegészített gépekkel is, mert azért a mai fitnesstermek elég jól fel vannak szerelve, és nagy a választék. Kiegészítem, viszont a saját edzéseimnél és a vendégeim edzéseinél is nagyon nagy hangsúly van az alapgyakorlatokon. Értem. Tehát a rendes guggolás, felhúzás, lábtolás és kitörés, ez a négyes az, amit én a lábazás császárának tartok, és én ezt szoktam azért adni nekik nagyon-nagyon sokszor, illetve a saját edzéseimben is kiemelt szerepük van. Nagyon örülök, hogy ezt válaszoltad, mert most többek között azért is szeretünk volna téged meghívni, hogy a általunk forgalmazott gépek közül a farizon gépeket teszteld nálunk és véleményezd. És azért mondtam, hogy nagyon örülök ennek, mert nem feltétlenül csak olyan embereknek a véleményre vagyunk kíváncsi, aki imádja a gépeket, hanem esetleg olyannak is, aki eddig ragaszkodott a klasszikus alapokhoz, és tudunk-e neki újat mutatni, tudunk-e valamilyen szempontból, hogy is mondjam, igazából szimpátiát kialakítani a farizom gépek felé, a gépes edzés felé, és egy őszinte véleményt szeretném, úgyhogy szeretném, ha most letesztelnéd velünk, több mint 10 gép vár minket a bemutatóterembe. Rendben, köszönöm. Akkor vágjunk bele. Menjünk.